A hétfői naphoz hasonlóan kedd reggel is havazásra ébredtek az emberek Szabadka térségében. A havazást a nap folyamán eső váltotta fel. A hőmérséklet fagypont alatt volt. Az elkövetkező napokban fokozatosan melegszik majd az idő. Helyenként továbbra is számíthatunk csapadékra, de napsütés is előfordulhat. Előrejelzések szerint az ortidő nem tart sokáig. Az utakat azonban addig is folyamatosan tisztítják az ökkenőmentes közlekedés érdekében. Mögöttem látható hasonló járművekkel tartják karban az utakat Szabadka 150 kilométeres körzetében, ebben a zöld időben is. Az elmúlt 1-24 óra alatt több mint 100 tonna sót szórtak szét az utakon, hogy az autósok a lehető legbiztonságosabban haladjanak. A szabadkai Vojpút 50-60 sószóró járművet tud mozgósítani 11 csomóponton, mondta el Juhász László, körzeti koordinátor. Akármi elkezd esni abba a percbe, mi munkába lépünk. Természetesen követjük és állandóan kapjuk az értesítéseket azt is, hogy milyen időjárás várható, és amikor előrejelzések szerint, mint ahogy mai nap folyamán is történt, hogy jelezték, hogy lesz esetleg olmos eső, hóval párosítva, akkor mi már felkészültünk időben. Az utakat tisztító vállalat felkészült a legszélsőségesebb időjárásra is. Juhász László elmondta, hogy abban az esetben, ha ónos eső esne, akkor 50%-kal tudják növelni a kiszort só mennyiségét négyzetméterenként az utakon, ezzel is óvva a közlekedésben résztvevők biztonságát.